Landplan Hotel, jövetmenet, nálunk jókat alhat, ehet. Győr közelében a 81-es főút mellett várjuk vendégeinket. A Gyirmód TV videói a Landplan Hotel támogatásával készülnek. Nagyon kellett már nekünk ez a győzelem, sokkal jobb volt így szünetre menni. Ebbe a két hétben nyugodtan készülhettünk. Hát talán elindult valami, elindultunk egy úton, remélem, hogy onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. És góllal járultál hozzá, de is ez a győzelemhez mit jelentett ez neked ott, hogy a te gólod is benne volt ebben a sikerben? Hát ugye a legutóbb, amikor NB1-ben volt a Gyirmót, az utolsó meccsen akkor találtam be utoljára NB1-be. Ez volt a második gólom. Törülök, hogy bizalmat kaptam, és szeretnék továbbra is élni vele. És akkor ezt mindjárt megteheted a Paks ellen, akár a hétvégén, mire számítotok ezen a meccsen, hogy készültök a Paksra? Egy teljesen más meccset várunk, a Paks teljesen másképp, más játékfelfogásban játszik, mint az Újpest. Biztos, hogy jobban oda kell figyelnünk a védelemre, hiszen ők szerezték a legtöbb gólt, nem csak magyar szinten, hanem Európa szinten is, úgyhogy nagyon oda kell figyelnünk. A hazai közönség az mennyire segíthet majd ebben, hogy meglegyen ez a kis koncentráció és az a plusz, ami kell az újabb sikerhez? Hát bízom benne, hogy minél többen kijönnek és szurkolnak nekünk. Ugye Győrnek gyakorlatilag mi vagyunk már elég régóta az egyedüli NB1-es csapata, ugye 13 óta, úgyhogy remélem, hogy szerzünk szimpatizánsokat. Összeállításunkat támogatta a Landplan Hotel.